Visszafizetett Salgót Arián önkormányzata az öveges program szabálytalanságai miatt visszakért 37 millió forintot, de jogorvoslatot keres a döntés miatt. Hiszen a Bolyai János gimnáziumban megvalósított programot egy minisztérium által kijelölt cég valósította meg, mondta Dániel Zoltán alpolgármester. A tanterem felújításra, eszközbeszerzésre és oktatási anyagokra szánt 14 milliárdos program miatt már két éve vizsgálódik a NAV és a rendőrség. 9 önkormányzattól kérnek vissza a pénzt. A Salgótarjára rót 37 millió forintos visszafizetési kötelezettség elsősorban a plagizált oktatási anyagok okán keletkezett. Az összeg természetesen visszafizetésre került, viszont az önkormányzat természetesen nem nyugodhat bele abba, hogy önhibáján kívül ekkora összeget be kell fizetni. Nem győzöm hangsúlyozni minden sajtótájékoztatón, illetve minden megnyilvánuláson, hogy sajnos az önkormányzatunk nincs abban a helyzetben, hogy egy 37 millió forintos visszafizetési kötelezettség ne érződne meg. Úgyhogy el fogunk menni a végsőkig. Természetesen van lehetőség arra, hogy a Librum Kft-t keresse meg az önkormányzat. Meg is tettük az első lépést ennek érdekében, felvettük a Librum Kft-vel a kapcsolatot, és egy peren kívüli megegyezéssel megpróbáljuk az összeget behajtani. Amennyiben ez nem sikerül, akkor természetesen perre fogjuk vinni a dolgot. Mindent el fogunk követni, én személy szerint is, hogy az önkormányzatot ne érje hátrány emiatt a projekt megvalósulásával kapcsolatban. Az önkormányzatban a DK-t képviselő alpolgármester közös sajtótájékoztatót tartott Egyed Ferdinánddal, a párt választókerületi elnökével, aki az önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek figyelmét hívta fel a napokban megnyílt határon átnyúló projekteket támogató uniós forrásokra. Az Interreg keretben 5 észak-magyarországi megye pályázhat összesen 68 millió euróra október végéig. Ez az együttműködés, tehát ez a pályázati lehetőség érinti a foglalkoztatást, érinti a turizmust, érinti az oktatási együttműködést, érinti a kulturális találkozók, kiállítások témakörét, és érinti az örökségvédelmet. A polgármester úrral már váltottunk néhány szót erről, ami szerintünk Salgótarjánnak is egy, de akár Nógrád megyének, vagy Nógrád megye más településeinek nagyon nagy lehetőséget kínál, hisz ez a pályázati kiírás innovatív, új innovatív eljárásokra, ötletek megvalósulását támogatja. Itt edzem meg, hogy tegnap személy szerint folytattam egy tárgyalást egy hetesi vállalkozóval, hihetetlen, hogy milyen konstruktív elképzelései vannak. Salgó, tehát a demokratikus koalíció mindenféleképpen azt az álláspontot képviseli, hogy akár Salgótarján, akár más település vonatkozásában meg kell próbálni, lépni kell ebben a pályázatban, hisz hatalmas viszonylag Nógrád megye vonatkozásban elsősorban nagyon nagy pénzek van szó. Az interreges pályázatokhoz kapcsolódóan Egyed Ferdinánd elmondta, hogy érdemes lenne az éppen 20 éve indított és már negyedik éve elmaradó Nógrád megyei Nemzetközi Folklór Fesztivált is feltámasztani. Ebben elsősorban Becsó Zsolt országgyűlési képviselőre számít. A Folklór Fesztivál szervezésében 2000-től szlovák partnerek is közreműködtek, és a határ túloldalán most is életben tartják a rendezvényt. A tájékoztató során az elnök még kitért arra, hogy a helyi DK továbbra is várja az információkat és válaszokat a nem létező Bátonyterenyei rakodóra felvett 800 millió forint sorsáról. Dániel Zoltán pedig a megyei kórház vezetésétől szeretne választ kapni arra, hogy milyen lépéseket tesznek az állami számvevőszék által feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy sajnos az egészségügy állapotát jól jelzi a megyei kórház helyzete, hiszen ismét óriási adósságállományt halmoztak föl. A Salgótarjáni cégnek, a távfőszolgáltatónak is több mint 60 millió forintos kifizetetlen számlával tartoznak, ami úgy gondolom, hogy jól reprezentálja a mai magyar egészségügy helyzetét. Én úgy gondolom, hogy a feltárt szabálytalanságok, és nem mondhatunk, nem illethetünk senkit hamis váddal. A feltárt szabálytalanságok egy része objektív szabálytalanság, tehát adódik a magyar egészségügynek a finanszírozásából.